Látványában és mennyiségében is hihetetlen kiállítást hozott Pécsre egy mosonmagyaróvári férfi. Zentai Ferenc 7 éve járja az országot gyűjteményével, és most a Kertvárosban várja a kockaépítmények szerelmeseit. Több mint 250 témában 1000 építmény. Mindez egy ember keze által összeépített kiállításban. A grafikus és programozó végzettségű gyűjtő Zentai Ferenc csak a kreativitását szerette volna kiélni munka után. A gyűjtemény azonban 2 millió darabosra duzzadt. Az építőkocka szerelmesei között én egy kicsit kakukktojás vagyok, hiszen nekem nem gyerekkoromból ered ez a hobbi, vagy függőség, szerelem, vagy mánia. Én felnőttként kezdtem abszolút ezt a dolgot. Én 29 éves voltam, amikor az első készletemet megvásároltam magamnak. A most 46 éves férfi pedig azóta sem tud leállni, sőt, egyre jobban uralja az életét a kockaépítés. Van például ez a kép, ami a Life magazinnak volt a címlapja, amikor a Holdra szállás történt. Ebben az a különleges, nagyon sokan építenek mozaik képeket, de ezek mindig síkban vannak. És ugye itt is az alapanyag, ez gyakorlatilag egy sík dolog volt, viszont sikerült azt megoldani, hogy egy picit kihozzuk a térbe, tehát egy ilyen 3D-s hatást keltve, viszonylag érdekes építési technikákat használva sikerült egy ilyen 3D-s dolgot csinálni egy 2D-sből. Zentai Ferenc még most is talál kihívást, hiszen a felnőtteknek a szórakozás mellett egy művészi vonalat is kínál a játék. A szuperhősök nagyon népszerűek mind a gyerkőcök, mind a felnőttek körében, ezért rengeteget hoztunk belőlük. Talán az egyik legérdekesebb egy ilyen váltó kép, amit hogyha más-más oldalról néz a látogatónk, akkor más-más képet mutat. Nagyon egyszerű, de mégis nagyon látványos építést lehet így létrehozni. Én is kiskoromban nagyon sokat játszottam velük. Úgyhogy próbálom átültetni a játék szeretetét, és úgy néz ki, sikerült is. Szerintem talán a legjobb játék a világon, fejleszti a kreativitást, képzelőerőt, finom motorikus készségeket. Szerintem ez a világ legjobb játéka. Hallottuk már, hogy ez nagyon gazdag, nagyon gyönyörű kiállítás. Hát most így élőben, ahogy látom, minden képzeletemet felülmúlja. Szinte hihetetlen, de a most 500 négyzetméteren kiállított tárgyak egyetlen teherautóba elférnek, és körülbelül 8-10 óra alatt össze is állítják egy-egy bemutatóra. Mindenkinek csak ajánlani tudom, az egész pici gyerekeknél minél előbb érdemes elkezdeni. Fejlesztheti abszolút nyilván, ami egyértelmű, az a kézügyességet, a kreativitást és így tovább, de én úgy gondolom, hogy iskola előtt elkezdve már ráneveli a gyerkőcöt arra, hogy a probléma megoldó készsége fejlődjön, a kudarc feldolgozásában is tud esetleg segíteni, mert játékosan kezdi újra akár ugyanazt és ugyanazt a feladatot. Az itt látható alkotások fele a gyár által tervezett készlet, amit változatlan formában terepasztalba épít, de a cél, hogy bebizonyítsa, kitartással és fantáziával bármi létrehozható, és örökös is lehet, vallja az alkotó. Ez az építőjáték 90 éve indult már világhódító útjára. A cég fajátékokkal kezdte a tevékenységét, majd a sorozatgyártás világhódításával gyakorlatilag elkezdődött az, hogy műanyagból fröccsöntve készítik ezeket az építőkockákat, irdatlan nagy precizitással. Zentai Ferenc szerint ezek a tárgyak annyira időtállóak, hogy egy 50 évvel ezelőtti kocka ugyanúgy összeállítható egy tegnap kiadottal.